A magyar honfoglalás korát, pontosan a 10. század első felét bemutató tárlat érkezik Nyíregyházára március 11-én. A kiállítást először 2013-ban láthatta a közönség Szolnokon, azóta több városban is bemutatták, és közel 100 ezer látogatója volt. A honfoglaláskori leletek gyűjtésének egyik központja a Józsa András Múzeum. A régészek sok mindent tudnak a korról, viszont a nemrégében befejezett ásatása példája, hogy még mindig sok a megválaszolatlan kérdés. Biztosan tudjuk, mikor volt a honfoglalás. Nagyjából egészéből tudjuk, hogy mikor zárul le ez a száz év, ugye Szent István uralkodása, trónralépésének, tehát Szent Istváni államnak a megalakulásával zárul ez a rész. Azt is tudjuk erről a korszakról, hogy a magyarok ekkor veszik birtokba, és hál' Istennek a mai napig is itt vannak a Kárpát-medencét. Úgyhogy egy sor dolgot tudunk róla. És hát rengeteg kutatandó kérdés van ebben a kérdéskörben, és mindenképpen minden régészeti témában. Összesen 11 vitrínben, különböző tárgyakon keresztül próbálják igazolni, hogy a honfoglalók egyik törzse, a Gyulák törzse telepedett le a Közép-Tisza vidéken, ahol például tarsolylemezeket és szabjákat találtak a régészek. A tárlat pénteken nyílik, az érdeklődőket előadásokkal és szórakoztató programokkal várják egészen május 8-áig. Nagyon sok hagyományőrző jelezte, hogy mindenképpen szeretne megjelenni. Mi természetesen várjuk is őket, illetve fel is kértük őket ennek a megtartására, hiszen mindenképpen illeszkedik ez a kiállítás koncepciójához. És hát ez az említett Mónus József féle előadás az szintén ezt a vonulatot követné, hogy mindenkihez szóljon és az előadás tematikájához is kapcsolódjon. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és képes katalógusokkal várják a múzeumban.